Il mio poi vabbè tenek. Egyedül én tudtam. Igen, egyedül te. De gondosan titkoltad, amíg a beteg élt, és hogy miért nem szóltál, ez egy olyan kérdés, amelyre egyedül te ismered a választ. Egy biztos, hogy nem meggyőződésből hallgattál. Nem mindenségét. Neked aztán tényleg jó a memóriád. No, mit több? Azt is bevallom. Kizárólag azért nem szóltam, hogy meg ne sértsem Rappenweiler érzékenységét. Mert akkoriban én még egyáltalán nem nélkülözhettem az ő támogatását. Hát emlékezz csak vissza. Hát épp az időtájt ajánlották fel a számomra a prágai professzúrát. És nekem gyorsan kellett előre jutnom, hogy a tehetségem számára, amit te sem vitathatsz, elnyerjem a kellően tágas játékteret. Mert nem olyan nagy dolog, kedves Bernard, valami jelentéktelen egyedi esetben korrektül, vagy ha akarod, elfű módon cselekedni. Sokkal inkább arról van szó, hogy a saját életünk rejtett eszméjét szolgáljuk. Mindig!